Egy kicsit furcsa szerepkörben érzem magam jelenleg. Ismerünk egy filmet, amiben ismerjük a jót, a csúfot, és most ne a rosszat vegyük, hanem a kakukk tojást. Akkor most ezek között mik is vagyunk? Maradjunk a csúfnál. Az előadásomban, amiről beszélni szeretnék, az, hogy milyen eszközök vannak a kezünkben, és mit teszünk mi az aktív turizmus területén. A reflekciót azt továbbadnám majd a kerekasztal beszélgetésre. Ezen az ábrán, a térképen látható a működési területünk. Nem is ezzel a működési területtel szeretnék foglalkozni, hanem a védett területek nagyságát szeretném megemlíteni, ami ennek a területnek a körülbelüli 15%-a. Ebből fokozottan védett további 10%, tehát a 15% 10%-a, és saját vagyonkezelésben pedig 31 ezer hektárnyi terület van, amiből 15 ezer hektár erdő, 15% erdő, ami pedig 4734 hektár. Amik a mi fő feladataink, tehát az igazgatóság feladatai, a szabályozás, véleményezés és az ellenőrzés. Védett területeken a járművel történő közlekedés engedélyköteles, szerintem ezt mindenki tudja itt a teremben ülők között. Ezek között természetesen azok a főszereplők, akik ott engedélyes tevékenységeket végeznek, illetve a kijelölt kerékpárutak, amik mentességet élveznek a kerékpárosok részére. Fokozottan védett területekre a belépés engedélyköteles, kivétel azok az utak, amik a turista utak, amikön leginkább gyalogosan közlekedünk. Évente körülbelül természetvédelmi szakvéleményt különböző témákban, közösségi eseményekhez, sporteseményekhez, beruházásokhoz 150 ízben adunk. Nagyon fontos a területi tervezés során az előzetes vélemények kiadása. Ilyen volt például a Mátra aktív turisztikai stratégiában való közreműködésünk, illetve egyeztetésünk, kerékpáros fejlesztések nyomvolainak egyeztetése a Mátrában és a Bükkben, a Via Ferrata helyszíneken, a sziklamászás szabályozása, védett területeken a sikló ernyő felszállópályák, a síkpálya fejlesztések, a turistautak hálózatok felülvizsgálata. Fontos az ellenőrzési tevékenységünk. Az az ellenőrzési tevékenység, ami a természetvédelmi őrszolgálat segítségével történik, és itt viszont meg kell jegyeznem, hogy a teljes működési területen 34 őr teljesít szolgálatot. A működési nagyság, amin ők mozognak, átlagosan 27 ezer hektár, és ebből védett terület pedig 4,5 ezer hektár. A következő dián az látható, hogy milyen jó példákat tudunk hozni az aktív turizmus szabályozására, és itt meg kell jegyeznem, hogy elsőként a Bükk-hegységben került kijelölésre erdélyi kerékpáros úthálózat, amiben az igazgatóságunknak kezdeményező szerepe volt, és ennek jelenleg a hossza 230 kilométer. A védett területeken pedig megállapodás született az erdészetekkel, hogy a Bükk-fennsík erdészeti útjain a járműves közlekedés korlátozásra kerüljön. 97-ben jelentettük meg az első Bükk kerékpáros térképet, amit azóta többször megújítottunk. A sziklamászásra vonatkozó információk itt láthatók voltak, és tavaly már volt egy jó példa a siófoki konferencián, ami pedig alapvetően a túlhasználat elkerülése érdekében történt szabályozás volt a Hévízi csatornán. A következő diánk a mi ökoturisztikai tevékenységeinket mutatja. Ezeket egy kicsit részleteiben szeretném megvilágítani. 9 bemutató helyünkön 2021-ben 177.329 fő fordult meg, és az érdekesség az, hogy 22-ben ugye megjelent a Bükki csillagda, aki márciustól tart nyitva, és örömmel jelenthetem, hogy most október végéig a látogatóhelyeinken és két olyan helyszínen, ahol az egyiken manuálisan, a másikon pedig infrakapus számlálást végzünk, több mint 223 ezer látogatót fogadtunk. A fontos szerepe van a tanösvényeinknek. Az első tanösvények azok 43 évvel ezelőtt készültek.
és sokak fölött már eljárt az idő, nem csak a szerkezetben, hanem nyelvezetben és tartalmában is, de hozzá kell tennem, hogy lehetőségeink a tanösvények felújítására csak pályázati forrásokból adódnak. Ami izgalmas, hogy amíg készültem az előadásra, közben kiderült, hogy jelen pillanatban 51 tanösvényünk van, és a tanösvények jelenlegi hossza pedig 253 kilométer, ami azért érdekes, hogy a magyarországi tanösvényi hálózatból egy negyed nálunk található. Fontos megjegyeznem azt is, hogy a tanösvények látogatottságát az is nagyon jól igazolja, hogy a Bélkőnél, a Tarkőnél, a Subajuknál és a Szomajai Kaptárköveknél kihelyezett látogatószámlálóink több mint 68 ezer látogatót regisztráltak, és ez mindenképpen mutatja a népszerűséget. A következő dián a szakvezetett túrák programjaink közel 6 ezer főt mozgettek meg a tavalyi évben. Vannak ökoturisztikai szálláshelyeink, ahol durván 4000 fő két vendégészakát eltöltve 220 vendégfogadóhelyen tudott aludni. A legjobb eszközünk arra, hogy megtudjuk, hogy a látogatóink mit gondolnak rólunk, az egy kérdőívezés, ami elsősorban a látogatóhelyeinken folyik. Tavaly kezdtük ezt a kérdőívezést, és ebben az évben egy új kérdéssel bővítettük. Ez a kérdés az volt, hogy mit gondolnak a legfontosabb feladatnak, ami az igazgatóság feladata. Ez nagyon jól mutatja, hogy az élőhelyi védelem, fajmegőrzés, a védett területek megóvása és helyreállítása, így gondolják a látogatóink, szerencsére mi is. A jó példáink az ismeret átadásra természetesen olyanok, amelyek hozzák azt magukkal, amiről már többször volt szó, hogy az élőszavas ajánlás a legjobb ajánlás, és nyilvánvaló, hogy akik megjelennek egy szakvezetett túrán, vagy pedig részt vesznek táborokon, ők lesznek a legjobb hírvivőink. Egy apró kis alkalmazást szeretnék bemutatni. Az 51 tanösvényünkből 21-en van egy saját applikációnk, ez a Guided Hand applikáció, ami annyit jelent, hogy térerőmentesen is tudnak tájékozódni ennek segítségével, és egy interaktív táblát próbáltam még bemutatni. Néhány gondolatot itt szeretnék felvetíteni, hogy mi azért úgy gondoljuk, hogy a természetben mi vendégek vagyunk. Tehát gondolkozhatunk úgy is, hogy csúcsragadozók, de úgy is, hogy érezzük magunkat vendégnek a természetben. És talán nagyon sok esetben a Mátrában és a Bükkben is kitehetjük a megtelt táblát. Gyakori probléma az is, hogy az előzetesen egyeztetett ökoturisztikai fejlesztési projektek kapcsán eltűnik a védett szerepe a területnek, és amikor a projekt már egy attrakcióvá válik, akkor már egyáltalán nem beszélünk arról, hogy ez egy Natura 2000-es terület, vagy egy fokvédett terület. Nagyon jó lenne, hogyha az elkészült attrakcióknál a saját bemutatkozásukban azért ez is szerepelhetne. Illetve amit még nagyon sok esetben látunk, hogy túravezető cégeknél nagyon jó ajánlások vannak arra, hogy hogyan viselkedjenek az erdőben és a természetben, és szeretnénk, hogyha ez bővülne, és nagyon örülünk annak is, hogy az aktív ökoturisztikai kiadványok között is van erre figyelemfelhívás, hogy hogyan és mint kell viselkedni, hiszen azért ezt sok esetben tanulni kell. A nyomtalan látogatás esélyére két megoldást látunk. Az egyik a szabályozás. A szabályozás lehetőségei itt láthatók. Azért van szükség a szabályozásra, mert úgy gondoljuk, hogy megtelt túlhasználatunk van, és ez a túlhasználat ez nagyon sok esetben problémát jelent. Ez a probléma nagyon egyszerűen igazolható, sajnos belföldi példát nem tudok ráhozni. Németországi Nemzeti Parkok 20 éven keresztül monitoringoztak 60 területet, ahol a különböző bogarak, rovarok olyan mértékben tűntek el, amit nem is gondolnának, hogy mennyi, 70%-uk tönt el 20 év alatt. Aki ismeri a táplálékláncot, akkor ezt tudja, hogy mire, milyen kihatással van. A lehetőségeink azok tiltás helyett kínálat teremtése, ez ugyanúgy igaz ránk is, mint másra. És ebből a felsorolásból talán a látogató irányítás alatt a legutolsót emelném ki. Nyilvánvaló, hogy nagyon fontosak az együttműködések a vagyonkezelőkkel, a hatósággal, a rendezvényszervezőkkel, az attrakció tulajdonosokkal,
És igen, ez a kölcsönös egyeztetés biztos, hogy mindenkit közelebb visz ahhoz, hogy hogyan tudunk a jövőben a jövő nemzedékének olyan területet biztosítani, ahol ők is a természetes környezetet megtapasztalhatják. Köszönöm szépen!